1848. március 15-e hűvös, esős idő volt, akárcsak ez a mai. Akkor az elnyomóinkkal szemben szálltunk harcba, akárcsak most. És ennek megfelelően írták a 12 pontot. Úgy gondoltam, a mai nap nézzük át közösen a 12 pontot, elevenítsük fel, és vegyük át, hogy hogyan is lehet ezt 21. századivá tenni. Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését. 1848-ban a Habsburg pártiak, ma pedig Zuckerberg Facebookja ellen kell égbe kiáltanunk e pontot, hozzátéve, hogy élet és nemzet ellenes hangoknak helyt nem adva, kívánjuk a sajtó szabadságát, a politikai korrektség címszava alá bújtatott cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten. 1848-ban alakult az első felelős magyar minisztérium, Batthyány kormány. Ezzel szemben ma a város vezetéséhez nem értő Karácsony Gergely miatt szükséges felkiáltanunk felelős városvezetést Budapesten. Évenkénti országgyűlés Pesten. Míg 1848-ban az emberek hitték, hogy őket képviselő magyarok lesznek az országgyűlésben, manapság a politikától való undor vált jellemzővé. Az egyéni érdekektől vezérelt haszonleső politikusoknak köszönhető mindez. Ma ez a pont tehát így hangzana. Újból népképviseletet az országgyűlésben. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. 48 szabadságharcosai nem hitték volna, hogy az egyenlőség kivívása hátrányosan érintheti az emberiséget. A liberalizmus képviselői mára túltolták. Az egyenlőséget esztelenül kiterjesztették az élet minden szinterére, területére, ezzel helyt adva bűnözésnek, genderideológiának egyaránt a többségi magyar társadalom kárára. Vissza a törvény előtti egyenlőséghez, de ne tovább. Nemzeti őrsereg. Az országnak szüksége volt a nemzet szolgálatában álló hősökre, és létrehozták a nemzetőrséget. Akkor még félték a rend őreit, ma azonban a képükbe nevetnek. Nagyobb megbecsülést a rendőröknek. Közös teherviselés. Mindenki fizessen tisztességesen adót. Ez rendben van. De ha tovább gondoljuk, kinek mekkora összegből kell adót fizetni, úgy egyértelművé válik, hogy ma hogyan is kell értelmezni ezt a pontot. Mi tehát a követelés? Európai színvonalú bérezés Magyarországon. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Ma a magyar föld és a magyar emberek filérekért való kiárusításának azonnali megszüntetése. Esküdtszék, képviselet, egyenlőség alapján. Ma a végrehajtók elszámoltatása, a bűnözők szigorúbb büntetése. Nemzeti bank. Függetlenedtünk az osztrák nemzeti banktól, ma épp így kell függetlenednünk az Európai Uniótól. Az Európai Unió Magyarország belügyeibe semmilyen módon ne szóljon bele. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. Teljesen megállja a helyét 2021-ben is. Azonban fontos itt is hozzátenni, hogy magyar katona a magyar határvédelmiért a külföldi szolgálattal megegyező mértékű fizetést kapja, és az ország határt, valamint önmagát fegyverrel valóban megvédhesse az illegális bevándorlókkal szemben. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. A bebörtönzött székelyföldi vármegyések Beke István és Szőcs Zoltán szabadon bocsátassanak. S végül a 12. pont Unió Erdélye, Székelyföldnek autonómiát.